Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon különleges hétvégén. Megköszönöm dr. Orosz Ádám darramesternek, hogy ma kijött, és hát nem helyettesített, mert azt nem lehet, ugye azt tudjuk. Senkit nem lehet helyettesíteni, mindenki pótolhatatlan. Hát elnézést kérek, hogy nem tudtam teljes időben jelen lenni úgy az elvonuláson, ahogy azt megszokhattátok, de ez az első darmabeszéd, amit friss apaként tartok, és az érzése az úgy leírhatatlan. Tehát ebben voltam illetékes, ugyanis Benedek megválasztotta, hogy mikor jön. Tehát egy 2,5 napos vajúdásnak vagyunk a végén, és én azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen lehet gyakorolni, hogyha az érzékszer fölöttit, a transzcendenst keresed, akkor vállalod az üresség útját, és azt tapasztalva egy ilyen kis Buddha felébred benned, hogy milyen tágra nyitja a szemét, az már a te dolgod. És akkor őt próbálod a hegyről lehozni, és a völgyben hasznossá tenni magadat általa. Amikor az érzékszervi világban választasz utat, akkor előbb-utóbb lesz egy külső kis Buddhád, akivel ő mint gyermek, te mint szülő, tanítói és tanítványi viszonyban vagytok oda és vissza. És akkor ez a külső kis Buddha kényszerít téged, ha te addig nem kényszerítetted magadat, hogy ne csak várakozz, hanem tényleg légy egy jobb ember, egy minőségibb ember. Azt minden szülő észrevette, hogy a gyermek ösztönösen megtalálja a gyenge pontjait. És nézed, hogy wow, ezt honnan tudta? Ezt kitanította neki? Erre hogy érzett rá? És ha jól figyelsz, akkor mint szülő meglátod, hogy a gyermeked miért született hozzád. Nincs kétség. Pontosan tudod, hogy nem a szomszédba született, nem véletlenül kaptad, a pároddal sem véletlenül találkoztál, hanem a vonzás törvényei és a te döntéseid egyszerre vezettek ide. Shakyamuni Buddhának született egy Ráhula nevű fia, és amikor ő megszületett, akkor ő azt mondta, hogy Ráhula született, bilincsem született. És ez a fogvatartottság tudat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő elhagyja a palotát, és aszkéta életet éljen. És a Mahayana az ugye a Buddha természettel dolgozik, tehát amikor Shakyamuni elérte a teljes és felülmúlhatatlan felébredést, akkor megvilágosodott, és Buddhává vált. Ekkorra Ráhula körülbelül 6 éves volt. A fáma szerint belépett a rendbe, szerzetes lett, de el is tűnt utána, és nem lett belőle pátriárka. Én 28 évesen szerzetes lettem, és újabb 28 év után apa. És én azt látom, hogy nem bilincsem született, hanem egy kis Buddhám született. Nagyon érdekes a tapasztalás. Hogyha önmagában a gyermek világra hozatala elegendő lenne a felébredéshez, akkor elég lenne szülővé válni, és tiéd a megvilágosodás. Valamilyen felébredésben biztos van részed, például éjszakánként, de az utóbbi kettőben már nagyon-nagyon integetett. De ugye a szellemi felébredés csak a válságok hozzák, és a különböző kényszerhelyzetekre adott válaszok. Ezen közben, hogyha főleg apuka, de nagyon sokszor anyuka is szellemi utat választ, akkor az úgy hozzátesz, és ez nagyon jó. És látsz olyat, láttam 14 gyermekes családapát, és ugyanattól az anyától. Igaz, hogy ott egy vallás égisze alatt követtek el ennyi utódot, és ott van ott egy nagy családos egyesület, és ott mindenki nagyon boldog volt, mert egymás segítve éltek, olyanok voltak, mint egy nagy klán. De hogyha a ragaszkodó tudat hétköznapi dilemmáiba születik egy gyereked, akkor úgy érzed, hogy kötöttséged született. Hogyha az úton járva születik hozzád valaki, akkor azt mindenféle elvárás nélkül láthatod kis Buddhának,
mert benned már kinyílt valami, ami őt úgy látja, mindenféle megjátszás nélkül. Nekem már nincs annyi időm tanítani őt, mint a Buddhának volt Ráhulát. De hiszem azt, hogy egy olyan örökséget tudok és tudunk ráhagyni, amiért neki érdemes lesz élnie. Talán ez a legfontosabb, hogy ugye az anya megteremti a belső világot, az otthont, és a mikrokozmoszban kihordja a gyereket. A férfi megteremti az utat, a külső világot, a makrokozmoszt, és abban utat vagy célt tud adni az újabb generációnak. Hát ebben, mint férfiak, nem állunk jól. Tehát, hogy milyen világot hagyunk hátra, amikor az otthonból kilép a gyerek, amikor az újabb képzeletbeli köldökzsinort elvágod, és a gyereknek utat kell választani, pályát kell találni, értelmet kell adnia a saját életének. Ebben a férfiak most a 20. században folyamatosan csatát vesztettek önmagukkal szemben, és nagyon rossz megoldásokat hoztunk. Onnan tudjuk, hogy ez rossz volt, hogy újabb és újabb problémák keletkeztek az állítólagos megoldások nyomán. Tehát még nagyobb kényszerhelyzetben és válsághelyzetben vagyunk, mint korábban. És így csak kötöttségünk születik. Kötött tudattal hozol létre valamit, csak kötöttséget születik. Bodhiszattva tudattal hozol létre valamit, valakit, bodhiszattvád születik. Aztán majd meglátjuk 10 év múlva, remélem akkor is itt lesztek, hogy jól csináltam-e. Kinek van kérdése? Alig egy napja érkezett Benedek, és már is tanított valamit nektek. Elmondom neked, alig 4 órája se. 15 óra 3 perckor bújt ki. Most 19 óra 10 akárhány perc van. Mit tanított? Mindent. Rögtön a legelején. Tehát az a leírhatatlan érzés, amikor rád néz. Innen. Az mindent visz. Milyen tudattal veszed ezt tudomásul? Persze, itt most lehet jó buddhistának lenni, de most nem az vagyok. Milyen tudattal éled ezt át? Alig nyitotta ki a szemét, és már is a mélyedbe lát. És nem a szerepeidre kíváncsi, hanem rád kíváncsi. Mit adsz neki? Én azt szeretném kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az anyuka teremti meg a mikrokozmoszt a gyermekben, az apuka pedig ugye a makrokozmoszt, hogy merre van az út előre, és merre kell haladni. És mi van abban az esetben, hogyha a gyermek nem azt az utat választja, hanem valami teljesen más? Az másodlagos, de legalább úton jár, és nem az anyja szoknyáján ül. Hát a férfi ne várja azt, hogy majd megmutatja a kisfiam, hogy mi a helyes, azt merre van az előre, a gyerek megijesztja, köszönöm, vagy annyit se, felvesz egy nagyon biztonságos szögtávolságot, és még véletlenül se ugyanazt, mint apuka, mert nem akar a nyomás alatt élni. Tehát azt mindenki tudja, ehhez még alkalmazott pszichológia sem kell, hogy az azonos nemű szülővel rivalizálsz, az ellenkező nemű szülőben menedéket veszel. És én azt gondolom, hogy minden gyermeknek a saját útját kell járni. A szülők, ha jól csinálják, akkor a gyermekből dolgoznak, és nem a saját egójukból. A gyermekben látják meg, hogy mi az útja, és pár év kísérletezés után úgy megmutatják neki, hogy ha te is úgy gondolod, mennyi erre, mert valamiből élni is kell, ehhez meg még tehetséged is van, meg elhivatottságod. De ne várja azt, főleg a mostani eléggé szétütött elmebéli világ, hogy ezt a gyerek elfogadja. Néha tudatosan kicsit mellé kell célozni, és akkor annak ellentart, és pont azt választja, amire gondoltál. Nehogy postás legyél. Jó, már mentem is dolgozni az ő egyenruhában. Na. Látjuk azt, hogy mekkora probléma az, hogy a férfi elv az az infrastruktúra lett, a rendszer lett, az ideológia lett. Ezt az új generáció merevnek, szemételennek, néha embertelennek találja, és nem akar újra belesimulni. Pedig az apáink, nagyapáink ezt azért teremtették meg, hogy szerintük nekünk jobb legyen, de nem lehet jobb. Máshova helyeződtek át a problémák. Én szerintem a legnagyobb lehetőség, amit a szülő megadhat a gyerekének, az, hogy egy önmagára ébredjen, és ez nem azt jelenti, hogy azt csináld, amit én mondok, mert én vagyok az apád. Az, hogy felébresztelek arra, hogy mi az ember.
De csak olyan mértékig tehettem meg, amilyen mértékig én ráébredtem. Ugyanez az úttal, hogy én milyen utat választottam. Nem azt akarom, hogy ő azt kövesse, hanem egy olyan minőségű választással éljen, amilyennel én éltem. Ugyanolyan körültekintéssel. Tanuljon a hibáimból, például. Az erényeimből, hát talán. A hibáimból lehetőleg. Úgyhogy az önmagára ébredés és az útra való találás, ez a két legnagyobb dolog, amit szerintem a szülők megadhatnak a gyermeknek, és nézd meg, nagyrészt nem ezzel foglalkoznak. Pedig ebből lesz valami. Ebből a minőségből lesz valami. A többi az mindezután következik az én meglátásom szerint. Na, azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben igaz az, hogy a gyermek életében mondjuk az első 3 vagy 5 év a meghatározó, például az önmagára ébredés, vagy hogy elinduljon egy úton, vagy hogyha mondjuk utána elrontottuk, addig minden rendben volt. Világos, hogy nem az útnak a tökéletes kidolgozásáról van szó 3 és 5 éves korig, hanem az alapok lerakásáról. Erről beszéltem korábban, mert ezt láttam, éreztem, és most tapasztalom is, hogy az a szülő, aki nem alakít ki egy nagyon mély kötést, egy nagyon szeretetteli, ragaszkodó, odaforduló kötődést a gyerekhez, az később nem jut át. Tehát a serdülőkorban esélytelen. Már a 10 éves túlokosodás korszakában is esélytelen. A gyermekhez való kötődés az nem azért van, hogy te jól érezd magad, ezt fogjuk fel. Több gyermekes apukák visszaigazolhatják, és anyukák is. Jó szóval élve hivatalból teszed ezt, hogy meglegyen az az érzelmi híd, az a szeretett kapcsolat a gyerek és közted, mint szülő, hogy bármit elmondhasson neked, és te bármit el tudj neki mondani. És a legkeményebb igazságokat és figyelmeztetéseket és tanításokat is egy szeretett térben tud átvinni. Mert akkor át is megy. Ha egóból dolgozol, akkor előbb-utóbb a gyerek megtanulja a saját egófalát pontosan ellenirányúra konfigurálni, magyarul nem jutsz át. Tehát annyira okos lesz, annyira jól védekezik, annyira megtanul téged hárítani, hogy mint szülő nem jutsz át, és nagyon-nagyon keserves dolog ez, az az igazi szenvedés, amikor nem jutsz át a gyerekhez. Na, ennek az alapjait kell, nem hogy az első 3 évben, az első 3 hétben lerakni. Tehát ezért mindent meg kell tenni, hogy anya, apa egyaránt hordozza a gyereket. Tehát mi az első nagy bizonyíték arra, hogy a szülő létezik? A bőrkontaktus, meg a szemkontaktus, meg anyukának a tápláló kebele. A gyerek nem tud még gondolkodni. Ilyen nagyon gyönyörű mozgáskoordinációi vannak. Nézi a saját ujjaid. Húha, testben vagyok. Gyerekek, jobb kéz, 5 új. Bal kéz, 5 új. A 2 együtt, na ez majd első elemi, 10 új. Na, hát, Tehát le kell rakni az alapokat. Látod ennek a háznak a beton alapját? Hát látod, mert nincs betemetve, tehát látod azt a beton teraszt, vagy emelvényt, amin a ház áll. Egy hétköznapi épületnél nem látod az alapokat, mégis ha azok nem erősek, akkor beomlik az épület. Tehát az alapokat kell lerakni a szülő-gyermek kapcsolatnál úgy, hogy a gyerekben az az ős bizalom a négyzetre emelődjön, a köbre emelődjön, hogy igen, ő az apám, bízhatok benne, meghallgat, megért, és akkor talán én is őt. Anyával ugyanez. Úgyhogy teljesen más a karakterfejlődés menete, nevelése 0-1, 1-3, 3-7, 7-12-es év között, tehát ezek mások. De ha nincsenek meg az alapok, mert apuka mondjuk azt hitte, hogy ja, hát csak sír, az anyja meg majd megnyugtatja, én meg elmegyek a haverokkal, ott biliárdozunk egész este. Ez lehet apuka, csak kimaradt egy este az életedből, amikor a 0,8 hónapos gyereked a karodban lehetett volna, és tovább szokja a jelenlétedet, és tovább érzi, hogy mi apa. És ha ez nincs meg, akkor nincs jelenléte az apának a gyerek életében. És ezt kinkeservesen tanulják meg az apukák, és később nem lehet bepótolni, érted? De felépítettél egy házat a -1. métertől a 12. méterig, hogyha nincs beton a 0 és a -1 között, az a ház rosszul épült meg. Eltelt az idő. Abban az időben kellett volna a gyereket annyit
tartani a kezedben, a hátadon, a mellkasodon, hordozni, vinni, és még nevelésről szó sincs. Jelenlétről van szó. Kapcsolatról van szó. És erre a sávszélességre, erre az elképesztően mély és őszinte kapcsolatra tud ráépülni a közös karma. És nyak kőkemény közös karmánk van. De nem mindegy, hogy az hogy jön ki. Létrehoztam-e azokat az alaptulajdonságokat, amelyek alapján a gyerek mondjuk hisz nekem. És nem rögtön egy alternatívát néz, mert apuci valami érthetetlent mondott, meg nehezet kért, meg mindent, találjunk valami könnyebbet. Tehát a hit az nem csak hegyeket mozgat, az kapcsolatokat is mozgat. Tehát hogy éred el, hogy neked higgyen, és ne a képernyőn valami animált figurának? Hát ez a munka. Hát ezért más. Ezért tanítod másképp ezekben a korszakokban, vagy korosztályokban. Formai értelemben ilyen kő meg faházakhoz visszatérve, van úgy, hogy betoninjekcióval lehet gyógyítani egy alapnak a repedését, de van úgy, hogy nem, hogy le kell bontani. Vagy egy épület részt le kell bontani ahhoz, hogy az alapot darabokra törd, és azt a részt újra betonozd, és újra felhúzni rá a keleti szárnyat. Tehát van, hogy mondom, egy betoninjekció az egy javítás, egy bocsánatkérés, egy újabb együttöltött hétvége, restaurálni tudod a bizalmat. Csak azt tudod, hogy annak a repedésnek a helye, még ha befoldozod, örökre ott lesz a pszichében. Biztos, hogy amíg nem kezd el magán dolgozni, és nem kezd el öntudatra ébredni, addig minden baját nagyrészt a szülőknek fogja tulajdonítani. Ezért, amit az elején mondtam, hogy a szülők legnagyobb tette az lehet, hogyha önmagát segítik megismerni, és így eljuthatnak az önvaló tapasztalatáik, ha maguk is ezt az utat járják. Illetve a világ működését, a formavilág működését ismertesse meg vele, hogy megtalálja így az útját a kettő együtt. Tehát ön és világismeret. És a világban a másik ember is benne van. Amilyen mértékben önmagát ismeri, olyan mértékben tudja a világot és a másik embert is megismerni. Ezen tessék elgondolkodni, amikor valakivel nem bírsz. Amikor kapcsolati karmád úgy beleszól, és azt mondja, hogy ezt az embert nem bírom elviselni. Valójában mi az, amit a számodra elviselhetetlen ember kommunikál, amire ráébreszt, ha őszinte vagy magadhoz, hogy benned is ott van, de azt ugyanúgy nem tudod elviselni, csak inkább rávetíted a másik emberre, mint problémát. Értjük? Utálod, hogyha fecsegnek veled szemben, de közben nem veszed észre, hogy be nem áll a szád. Itt az a fontos, hogy a tudatos hibától kíméld meg magadat is, meg őt is. Tehát a ki nem kényszerített hibáktól szoktak a meccsek elveszni sportban. Szerintem az emberi kapcsolatokban is, ha te tudod, hogy hibázol, akkor az Isten szerelmére állítsd meg az egészet. Gyere vissza a nem mozdulóba, és ne beszélj, ne gondolkodj, ne érezz, ne éreztess, ne cselekedj. Zárd le a csatornát, mert csak sületlenség jön neki rajta. Csak szenvedést teremtesz. És erre van az zen, hogy tud megállítani a járművet. Mert ha nem, akkor olyan leszel, mint a bevezetőben hallott szölöphöz kötött elefánt. Az elefánt sajnos nem rendelkezik olyan intelligenciával, hogy az ormányát rácsavarja a cölöpre és kihúzza. Az embernek van ilyen. De mégis csak arra hallgatunk, aki az éhezésünket egyrészt előidézte, másrészt pedig ételt hoz nekünk. És mosolyog. Én is az alapokról akarok kérdezni, és azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk egyik szülővel se történt meg ez a komoly alaplerakás, úgymond ilyenkor szerintem a gyerekek, vagy is én egy ilyen érzelmi magányban nősz fel, vagy növök fel, ami így közelebb van az öregség érzéséhez már így gyermekkorba is. És hogy az a kérdésem, hogy lehet az öregkorból úgy felnőtté válni, hogyha azt érzed, hogy még nem voltál igazán gyerek? Nézd, itt én azt érzem, hogy egy bizonyos pszichológiai nézetvilág beszél belőled, és ez nem rossz és nem jó, csak szeretném a korlátait kimutatni. Nem tudsz visszamenni az időben. Tehát mindig ezt a pillanatot kell úgy tudomásul venni,
hogy ebben a pillanatban összpontosul a múltad, a jelened és a jövőd összes karmája. Tehát hogyha egy fázis kimarad az életedből, akkor az kimaradt, és rossz szóval ezt pótolhatod, de egy más környezetben, egy más kapcsolatrendszerrel. Az igazán fontos dolog az, hogy ne vidd át azokat a mintázatokat a múltadból a jövődbe, amiket nem szeretnél. Mert akkor a jövőt hasonlítod a múlthoz, amelynek egy része magányos, elszigetelt öregérzést keltett. Tehát amikor visszatérsz a gondolkodás elé, a keletkezés és megszűnés elé, akkor ezzel fölülírod azokat a mintázatokat, azokat a karmákat, amelyeket addig önmagában létezőként könyveltél el, amelyeket addig változtathatatlannak könyveltél el, amelyek pont ezért eddig uraltak téged, mert nem tudtad meghaladni őket, és a meghaladás első és egyetlen lépése a nem azonosulás. És a nem azonosulás élményéből van a teremtettség élménye, és a teremtettségből pedig a teremtő élménye. Magyarul teremtsd újra az életednek azt a részét, amit mondjuk a szüleidtől nem úgy kaptál, ahogy szerettél volna. Mert kétlem, hogy ha visszamész hozzájuk reklamálni, hogy én újra szeretnék 12 éves lenni, és legyetek szívesek másképp bánni velem, akkor a legelső dolog az, hogy kislányom, elmúltál 26, és sajnáljuk, hogy ez 12 éves korodban, amit kértél, nem következett be, de ezt nem tudjuk bepótolni, mert elmúltál 26. Tehát neked kell például egy kapcsolati karmát másképp művelni, tudatosan. Tudatosan. Tehát én láttam azt, hogy a szülői mintázatokból mi az, amit nem szabad követnem, és folyamatosan leállítottam magamat, ha úgy tettem volna, hogy a korábbi azonosulásokat követtem volna. És akkor addig vártam, nagyon nem kellett, amíg egy újabb cselekvés minta jelent meg. Tehát ha tényleg a pillanatban 100%-ig jelen vagy, nem kell sokáig várnod, mert nem egy identitást keresel, hanem egy irányt keresel, és az irány felé haladva alakul ki az, aki te vagy. Tehát a felébredést keresed, mindegy, hogy milyen identitásból indulsz, de bodhiszattvává válsz. Elkezdesz egy asztalos mester mellett segédként dolgozni, mindegy, hogy kik a szüleid, előbb-utóbb asztalossá válsz, hogyha az inas éveket kijárod, és a mesterleveleket megkapod. Értjük? Amikor az ember komposztálja a rothadt zöldséget és a nyesedéket, akkor nem kidobja a múltját, hanem beforgatja a jövőbe. Mert abból a komposztból egy újabb növénykultúra lesz, egy újabb generáció lesz. Nagyon fontos, hogy a múltat tényleg használjuk föl helyesen, de ne panaszkodjunk és ne mutogassunk másokra, mert nem adták meg nekünk azt, ami nekünk járt. Egy állandó kölcsös mutogató verseny lenne a nap 24 óráján keresztül, oda-vissza, fölfelé, lefelé, ősök felé, gyerekek felé. Nem. Foglaljuk el teremtő pozíciónkat, és teremtsük meg azt, ami hiányzik magunknak és másoknak egyaránt. Ez tesz minket felnőtté. Különben állandóan gyerekek maradunk. Köszönöm. Szívesen. Nekem is van egy 3 éves kisfiam, és most kezdve az óvodát, a bölcsibe ugye sok mindenre megtanították, amire nagyon nem is gondoltam volna, de ugye ez a szakmájuk, ugye olyanokra, amit a szülők nem csinál. Viszont meglepően őszinték a gyerekek, és volt egy olyan őszintességi mondata, ami gyakorlatilag szíven ütött. Ugye kérdezzük, hogy hol lakik, mi a vezeték neve, stb. És akkor ugye kérdezte, hogy anya hol lakik? Hát ott hol lakik. Ugye ő hol lakik, ott hol lakik. És nekem azt mondta, amikor én kérdezték, hogy én hol lakok, azt mondta Buda bácsinál. Buda bácsi, egyen meg. Gyakorlatilag ez annyira bennem van, és nem tudom mire vélni, ugye, mert nem kérdezd tudom. Meg, hát ő tudja, hogy ki Buda bácsi. Kerekítsd ki a világát, tehát ne azt akart, hogy a te világodba illeszkedjék, amit ő mond, hanem hogy kerekítsd ki a világát. Én imádok gyerekekkel beszélgetni, mert teljesen velük tudok táncolni az ő kognitív terükben, az ő
érzelmi hullámhosszukon imádják. Ez mikor szeretet egy formája, hogy fölveszed azt a gondolatritmust, azt a hullámhosszat, ami érzelmileg bennük van. És ezt ők annyira azt, hogy mesélj még. Nem azt, hogy mit beszélsz, hát ez nincs is úgy, ez egy hülye felnőtt. Nem. Tehát nem csak azért szeretik a mesét a gyerekek, mert tét nélküli sztorizás. Nem, azért, mert gyakorlatilag az ő világukat artikulálja, és ezáltal ők kikerekítik azt, ki tudják mondani azt, ami bennük van. Most ha egy felnőtt ebbe belép, és elkezd utitársává lenni a gyereknek a saját mesevilágában, hát az egy fantasztikum. Kérdezd meg, és ki Buda bácsi, és elmondja. Te meg elhiszed. És akkor megkérdezed, és akkor van esetleg néni is? És hogyha van Buda bácsi mellett egy néni, akkor ott hogy hívják? Budáné? Na, tehát tehát ez fantasztikus, megint ott, aki az alapokról kérdezett, ez energetikailag kezdődik. Páran hallhattátok ezt a sztorit, amit a 2000-es évek elején az M2-es metróvonalon éltem át, jó kis hangos orosz Mitiscsinszki zavód metrókocsik, mint hihetetlen, és a szag, hát az valami borzalom. És a lényeg az, hogy egy ilyen teljesen kimerült, maximum egy éves kisded ott volt anyukának így a karján, feje hátra, anyuka beszél még két felnőttel, én pedig ott vagyok ott a kupé végében, és a gyerek így le, tudod, amikor egy éves ilyen karikás a szem. És így totál ki volt merülve. Ha te meditálsz, akkor érzed, hogy a tered és az energetikád hol van. És általában a teret nem töltjük ki az energiánkkal. De ha mégis, akkor a jelenléted az ilyen nagyon pontossá válik, és érzékelhetővé válik. Egyébként színészek tudják ezt a színpadon, ezt meg is tanítják, hogy a jelenléteddel és az energiáddal hogy töltsd be a teret. Tehát én most tudatosan például a két sarokba beszélek, úgyhogy mindenki halljon. És hidd el, hogy ugyanúgy hallanak engem a sarkokban, mint ahogy te. Tehát ez az artikulációnak, a beszédnek, a kivetítésnek egy módja. És ugyanezt a gyerekre el lehet követni úgy, hogy te a szereteted terét kiterjeszted rá. És hogyha érzékeny, mert a felnőtt már nem érzékeny, mert el van torlaszolva a kis agya által, de a gyerek még nem. Csak egy együttérző mozdulat volt láthatatlanul, hogy az energiáddal bevontad a gyereket teljesen. És a saját teredet kiterjesztetted rá. És a gyerek fölnézett, egy másodperc nem telt el. Tehát annyira pontos az érzékelésük, hogy az a mihetetlen. Egy másodperc nem telt el, fölnézett szemembe, és mosolygott. És tartottam a teret, és a gyerek mosolygott. De eltelt egy olyan 3-5 másodperc, de ez egy örökké valóság, érted? És de pedig kicsit leengedett, és akkor észrevettük, hogy megmozdult a nyaka, és akkor leszálltak. De ez volt a szeretetnek egy olyan kimondatlan első megnyilvánulása, amit aztán volt alkalmam később gyakorolni, ez a 100-ból 100-szor így bejön. Na ezt mondom, hogy ilyen szinten tessék megalapozni a saját gyerekkel is a kapcsolatot. Miért? Az én elképesztő kemény realizációm az volt, hogy ismétlem, nekem nem kellett ilyen kapcsolatokat keresni, mert bejöttek a templomajtón gyermekes anyukák, apukák, stb. És ezt a szeretetet mindegyik gyerek teljes mértékkel fogyasztotta. Tehát itt nem volt kérdés, hogy ez neki kell-e vagy nem kell, mert így jöttek. Érted? Tök könnyű. Igen. De itt két probléma van. Az egyik, hogy ezt, amit tőlem kapott, azt a saját apjától, anyjától kéne kapnia. Nem tőlem. Második probléma, ezáltal én belépek a szülő, mint szeretett személy helyére, mert jobban csinálom, mint apuka és anyuka. Harmadik probléma, én még sajáttal nem csináltam ilyet egészen máig, ma 15 óra 6 percig, még nem volt saját. Most már van, na azon kell csiszolódni. Mert sosem lesz a tiéd, tehát te adhatsz feltétel nélkül, vigye haza, de nem lehetsz az apja. Az apja csak annak lehetsz, akinek az anyja a feleséged. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen konzervatív nézet, de maradjunk itt a régi iskolánál. Jó, tehát ezért
ezekkel az ismeretekkel semmi probléma nincs, de tapasztalásokkal vigyázzunk, hogy milyen irányba visz minket. És a 3 éves gyermeket szerintem hát egy fantasztikus élmény, és folyamatos tanítási és tanulási tapasztalat, ahol rá kell jönnöd valójában, hogy mi a szülő. Tehát a szülő az nem az, aki csak egy sejtenyészetet hozott létre, azt csókolom. A szülő az minden szempontból felelős a gyerekért, és a felelősséget ezzel a szeretettel és a szabadsággal tanítja. Jelenleg nem látok jobbat. Ez nem hiszem, hogy nagyot változna. Tehát a szabadság és felelősség, mint az érem két oldala, és csak szeretettel lehet tanítani ezzel a közös lélek élménnyel, hogy valójában a te lelked és az én lelkem lényegileg nem különbözik. Formailag igen. Formailag különbözik. De amit a gyerek átél a szülővel való lélekközösséggel, hogy gyakorlatilag neki nincsenek határai, neki nincsen biztonsági problémája, neki nincsenek korlátai, csak szeretet van aputól és anyutól. Ez az első élmény, amiben része kellene, hogy legyen, de nincs. Nagy rész nincs. Ez ott indul, hogy szülés után így elviszik, és akkor órákig, a napokig nincs ott, mert vizsgálják. Kösz. Aranyórák. Emlékszünk? Tanulmányokban? Ha az nincs meg, a szülői kötődés nem helyesen kezdődik. Az első 2 óra a gyerek élete, azt most éltük végig, ez pótolhatatlan. Ha ez nincs a két szülő jelenlétében, a gyerek egy ilyen hasadt világban él, hogy állandóan így keresi a radarernyőn apukát, és nincs ott. Mert apuka csak ott ült a szülőszoba előtt, és így kezét tördelve várt, azt így vúgy, így elment a folyosón a gyerek anyukával, van úgy, hogy tolják, van úgy, hogy viszik, és megint nem látja napokig. Hello! Hogy fog az apa kötődni a gyerekhez azért, hogy átadja az apa értékeit, az apától származható értékeket? Hol van a hullámhoz, hol van a kapcsolat? Értjük? Ezért fontos, nem azért, mert neked jól esik. Egyébként jól esik. Ha egy picit nyitott a szívcsakrád, 90 centire lebegsz a föld fölött. Tehát jól esik. De nem azért csinálod, mert jól esik, hanem azért, mert ez a dolgod. Párkapcsolat. És ha mondjuk férfeleség van és gyerek születik, akkor nem az, hogy tetszik, nem tetszik. Nem, a szövetségesed. A társad, a bizalmasod, a gyerekeid anyja. De lehet, hogy nem tetszik, mert most éppen olyat mondod, hogy... Érted? Na, de azért van ezzel, hogy te leküzdjed a reakciódat. Azért. Megvan? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? De ez az ősbizalom egyébként is megvan a gyerekkel, nem így érkezik le. Tehát nem véletlenül van az, hogy a rossz szülőkhöz is kötődnek, és nem véletlenül szenvednek felnőttként a felnőttek már. Nézd, megvan, de nagyon-nagyon könnyű elrontani. Mert a gyermek iszonyatosan sebezhető, és megvan ebben az ősbizalomban, és nagyjából 15 másodperc, hogy valaki ezt teljesen hazavágja egy olyan mozdulattal, egy olyan impulzussal, egy olyan energiával, hogy a gyerek évekre megjegyezte azt, hogy ez számára fenyegető volt. De ez igazából akkor tisztul ki, amire felnőtt, nem? És leül mondjuk meditálni. De a tudatalomban akkor is ott van, és mérgez, és nem is tudja kiszedni. Csak keressük, igen. Ezért mondtam a felelősségről azt, amit... Ne azért szerest, hogy te aztán itten, mint a kis majom, vissza akart kapni rögtön a szeretetet a gyerektől. Egyrészt sokkal többet kapsz, mint ami eleinte az osztályrészed. Pont ennyi a gyerekben ez a mágia, hogy nem tudod honnan van ez az ősbizalom meg a szeretet, de mégis. Úgyhogy ezzel kell jól sáfárkodni, és ezt kell megfelelő formába önteni, erősíteni. Mert hogyha valaki ezzel visszaél, hú-hú, hát nem kell mondanom, hogy konstelláción milyen családi helyzetekre látunk rá, és kik jönnek velünk szembe, akik a gyerek 1 éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 7 éves, 10 éves. Korábban úgy visszaéltek ezzel az ősbizalommal, ezzel a mély szülő-gyerek kötődéssel, hogy utána mindenki zokogott évekig éjjel és nappal. Az egyik a bűntudattól, a másik a sértettségtől. Az egyik az elkövető, a másik az áldozat, és mind a kettő zokogott. Az elkövető később, de akkor is. Úgyhogy ezért kell ezzel az ősbizalommal nagyon csinyán bánni,
megnézni, honnan jön, és megtartani, felnevelni, és előremutatóan kezelni, mert én emlékszem, amikor valakiben megbíztam, és én általában a mai napig így elsőre nem táplálok bizalmatlanságot senkivel, ahhoz azt negatív értelemben ki kell érdemelni, hogy én ne bízzak meg valakiben. De mostanában eljutottam odáig, hogy a pozitív hozzáállás is ugye, olyan, hogy rá kell szolgálni. Ezt az elmúlt évek tapasztalatai verték belém. A zenben, hogyha megnézed az egyik alapértéket, hogy úgy látjuk a másikat, ahogy van, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha magunkat úgy látjuk, ahogy mi vagyunk. Tehát nincs számomra se ősbizalom, se ősbizalmatlanság, de azt nagyon érzem, hogy a másikból mi jön felém. Ezt nagyon kell tudni érezni, és ahogy hallottátok a bevezetőben is, a 6. pátriárkának volt nagyon sok alapszintű mély tanítása, de az, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, ami a vadunak, a mieznek az eredete, ennél lényegesebbet nem tudnék idézni. Tehát ki áll előttem? Ezért is, Benedek, nem tudjuk, milyen karmát hozott le. Hiába kék a szeme, hiába elképesztően milliméter olyan a fejformája, mint az enyém. Még az ujjaival is ugyanúgy szokott játszogatni. És tőle... kopasz is. Nem. Nem, nem. Benedeknek hosszabb a haja, mint az enyém. Kis sapó is van rajta. Egyel meg. Úgyhogy ilyen minden szeretetem meg az, hogy az apának a karjában rend van, amikor itt van, meg amikor rátettem korábban, még pocakban volt a kezemet a pocakra, az összes ilyen formagyakorlat 3-4 percen belül megszűnt, és nyugi volt. Most ez pocakon kívül is így van, de ki tudja meddig, és milyen áron. Meglátjuk, hogy milyen karmát hozott le. Nem veszem alapul, hogy ő ilyen formai kisbuthaként ugyanazt fogja csinálni élethosszígla, mint apuka. Nem esne rosszul. De hogyha ő mondjuk szerszámacél forgácsolásban tulajdonítana olyan eredményeket magának, mint mondjuk az apja a zenben, nem esne rosszul. Vagy mondjuk elmenne ilyen szuperkereskedőnek, és elképesztően etikus módon hatalmas vagyon gyűjtene maga számára, semmi gondom nem lenne vele. Nem tudom, hogy az út követője lesz, kihívója, vagy elhagyója. A kihívó az, hogy vagy. És egy kicsit mindegyikből lesz belőle, de nem várom el, hogy azt csinálja, amit én mondok. Ez már most rosszul esett. De muszáj ezt. Képzeld el, mi lesz később. Azért én bíztam benne. Belül össze kell gyűrnöm a zsepót, és azt mondja, hogy igen, fiam, nyugodtan csináld azt. De akkor is, tudod? Tehát én még bőven itt, mielőtt itt az anyakönyvvezetőnek a nemzeti színű szalagját lebegett volna a láthatáron, bőven ezelőtt találkoztam Koreában egy ilyen tényleg ilyen jókiállású szerzetessel, Taejon, egy ilyen Kecskemét szintű város ott Koreában, van egy nagyon híres fürdő, a Yusong Spa, és egy Yusong Hotel, és de már időtlen idők óta jártunk, mert a hegységben, a Kyeongsan hegységben volt az egyik olyan templom, ahol az iskolánk gyakorolt Sinwonsa. Jókiállású szerzetes, és hát általában a kopasszal, mert a koreaiak egyébként nem vágják le a hajukat, hogyha nem szerzetesek, vagy ilyen nagyon erős kidobó emberek, de a kidobó emberek mind tetkósok, és a szerzeteseken nem lehet tetkó. Tehát úgy nem lehet szerzetes, hogy tetkód van. Nem, teljesen. Miért? Mert az ott a helyi mafiához való tartozást jelenti, az meg így nine, kész, ki van csukva. Tehát ha kopasz, nem tetkós, és ilyen boldog, ilyen kis butha mosolya van, az szerzetes. És egy kérdést így megér, mert kockázatmentes a kérdésfeltevés, és azt mondta, hogy igen, ő szerzetes. És utána ugyanazzal a mosollyal hozzátette, és az apám is. És akkor így néztem. Hát a Taejo rendről már tudtam akkor, és akkor rákérdeztem, hogy Taejo Jong is jó? Ja, akkor jó. És ez azt jelentett, hogy hát akkor a Taejo Jong tagja? Igen, hát akkor az. Tehát megint csak a gyakorlás számít, és az, hogy ha te jól adod át az értékeidet, akkor lehet, hogy az ehhez tartozó formát is a gyerek követi, de nem várod el, hogy kövesse.
viszont szándékosan nem dobott ki úgy a fészekbe, hogy úgyse fogja azt csinálni, amit én mondok. És akkor már nem is adom meg a lehetőséget neki. Úgyis csalódás. Na, ez butaság. Ez butaság, mert lehet, hogy pont arra az értékre kíváncsi. Úgyhogy eldől. Remélem, itt lesztek, hogy lássátok, hogy... De ne csak azért gyertek, hogy Benedek nézzél, de jaj, te! Gyakorolni gyere! Aztán, hogy meglátod, hogy mit csinált. Gyermekáldó szertartáson szerintem már augusztus végén oda fogom hurcolni a többi gyerek mellé. Nagyon-nagyon nem kell majd cibálni szerintem az anyát se. És a következőt tudom mondani. Volt olyan, gyermekáldó szertartás előtt jöttek már szülők és gyermekek, ez egy olyan 3-4 évvel ezelőtt. Nem túlzok, 2 és 3 év közötti ekkora kis porancs, és úgy már szaladozik fiú. Oda jött az aranymatrac mellé, és velem együtt csinálta úgy mindent, amit én csináltam. És akkor leborultam, ő is leborult, megvan a fénykép, és így kinézett, hogy látom-e. Na, mondtam, van még esély a világon. Azt hiszem, van még esély a világon. Ez, hát ne várd el, hogy azt kövesse, amit te, de az, hogy legyen igényes, és minőségben hasonlót teremtsen, azt nyugodtan elvárhatod, mert nem is fog más csinálni. Az közhely, ezt minden szülő visszaigazolja. A gyerek nem a szavaidat követi. Jó, ha megérti, de nem azt követi, a példádat követi, és a hibáidat is elköveti. Tehát amit a legjobban rejtegetsz a gyerek elől, azt fogja megcsinálni. A jelenlétedből tanul, és nem a szavaidból. Így tessék belül karmázni jobbra-balra, és gondolod, hogy a gyerek majd nem fogja megcsinálni, ha te megtetted? Hát benne van a családi mezőben, a családi tudatmezőben. Ha te beletetted és nem vetted ki, akkor az valahova el fog menni. Valahonnan megkapja az infót, és meg is fogja tenni. Tehát a minőség így is, úgy is átmegy. Úgy is, ha szeretnéd, úgy is, ha nem szeretnéd. Tehát akkor tessék a tudatminőségen, az életminőségen, a lélektudatosságon dolgozni azért, hogy amikor tényleg öreg leszel, nem csak annak hiszed magad, akkor ne tégy magadnak szemrehányást, hogy Úristen, mit adtam át, csak azért, mert lusta voltam. Csak azért, mert nem voltam elég lelkiismeretes. Mit adtam át? Mert azzá lett. Azt viszi a lelkében, hogy apa ezt tanította. Nem lehetett volna valami más tanítani? Hogy ne tégy magadnak szemrehányást? A feleséged úgyis előbb fogja leverni rajtad, de akkor is. Oké? Egyéb kérdés? És ha ilyen esetben már gyermek felnőtt, és kimaradt sokszor a szülő, vagy tudom, hogy én is hibát követtem, és ön számon kéri rajtam, vagy az apján, azzal most hogy tudok megnyugtatni, vagy hogy tudom az megnyugtatni, egész... amikor nem, számon kér? Hogy mit tehetek? Hát elsősorban légy őszinte vele. Tehát a legrosszabb az, amikor a gyerek számon kéri jogosan a szülőn, amit nem kapott meg. Jogosan, hangsúlyozom. És akkor a szülő elkezd kertelni, himmelni, hámolni, stb. Tehát légy őszinte vele, és ezáltal magaddal is. A fordítottja is igaz, hogyha magaddal őszinte vagy, akkor a gyerekkel is az leszel. Mondok egy példát, és ez családi vonal, elképesztően érdekes. Nekem így az életemben valójában a 4 közül csak egy nagyszülő maradt meg. Az apai nagyapám. Az anyai nagyanyámról egy ilyen állókép van meg, meg az, hogy a Gyulai házában ezt a nagy kétcsengős ébresztórát tekerem, amikor a hagyatékot rendezzük. De az apai nagyapámmal töltött 12 év, 3 generációs családról beszélünk Budapesten, mert csak anyám apám fogadta be nagyapát. A másik 3 testvér közül egyik sem. Hát nagyapa egy olyan személyiség volt, hogy az valami hihetetlen. Ő volt az első zenmesterem. Úgy képzeljük el, hogy ők beregböszörményben éltek. Ez a nyírség. Ma is az ország egyik legszegényebb területe. Tehát ez napfényes Kelet. Szabolcs, Szatmár, Hajdú, Bihar. Érted? A legidősebb fiú a 20-as évek közepén született. A második pár évre rá,
apám 1930-ban, mint harmadik, és Mesike a húga pár évvel később. Most ezért nem kell túl sok történelmet tanulni ahhoz, hogy hogy nézett ki az ország ebben a 10 éves időszakban, mondjuk 1925 és 35 között. Nem voltak ezek jó évek. Nagyapám, ő géplakatos volt. Megvan a mesterlevele. Megtaláltam. És dízelmotor karbantartóvá küzdötte föl magát, ez körülbelül olyan, mint hogyha te pincérből egy Michelin csillagos étterem tulajdonosa leszel. A géplakatosból az ilyen eszmetlen dízelgenerátorok csínyát, binyát megtanulva eljutni a csúcsra az ő szakmájában, ez fantasztikus volt. És azt mondta, fiaim, vagyont nem hagyhatok nektek, de tanítatlak benneteket. Ezzel tudta a legtöbbet tenni, és 16 éves korára mindenki elkerült otthonról, mindenki nagyon jeles általános iskolai eredményekkel, hatosztályos gimnáziumba került, stb. Stb. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény élet volt. El nem lehet képzelni. Tehát az első tekerős telefon az a nagyapámnak az ágya fölött volt beregböszörményben, mert hogyha megszólalt, akkor ki kellett menni a Maszolajnak az egyik kútjához, és a sártenger közepén a dízelgenerátort meg kellett javítani. És az öregnek a kis cseppel biciklén ott volt a szerszámos ládák, kiment, és ha esett, ha fújt, éjjel és nappal, nying, virágbácsi, jöjjön javítani, és 20 kilométert a hidegbe tekert az öreg, és ott volt. Tehát ilyen világ volt. 4 gyerek. Nem az volt a kérdés, hogy jaj, hát tudunk nekik kocsit venni? Feket nevelni, ez kész. Tanítatni kellett. Hogy ember legyen belőle, hogy ön és világismerettel rendelkezzen, és megcsinálták. Tehát ő azt adta át, amiért később nem kellett szemrehányást tennie magának. És ezt nem adta át, amit nem tudott. Úgyhogy a minőséget akart. És ezt a minőséget az öreg megadta, különben az apám nem lehetett volna az, aki. Tehát a 4-ből 3 egyetemet végzett. És az első azért nem, mert ő volt a legidősebb fiú, és ő lett a család fenntartó. Csak azért nem. Tehát így, ha megnézed, az átadás szülő és gyerek közt sokkal felelősségteljesebb, de sokkal egyszerűbb. Oké? Okay? Szívesen. Na, még egy-két kérdést, ezt elmegyünk aludni. Tegnap már kicsit pencegettük az interjú szobában azt a kérdést, hogy mi van azzal, aki nem vált szülővé, és már nem is fog szülővé válni, hogy az hogy élheti meg azt a kötődést, vagy átalakulást, amit egy szülő. Egy kicsit visszaugorva az időben, én ezt nem terveztem. Tehát az, hogy én a mai napon apává lettem, az úgy nem volt benne az élettervben. Tehát erre nem gyúrtam, csak amikor kiderült, hogy a páros és családi karmámat jobb, ha rendezem ebben az életben, és nem azokkal az elintézetlenségekkel megyek tovább, mint amilyenekkel idejöttem, sőt rosszabbakkal, akkor azt mondtam, hogy az egyén és a csoport egymáshoz tartozását, mint szerzetes per tanító, illetve a szanga, egyén és csoport, ki kell bővítenem azzal, hogy párkapcsolati karma és családi karma letisztítása. Ehhez kell egy párkapcsolat, meg egy család. Ez kész. Ez ennyire egyszerű. De akinek csak párkapcsolata és családja van, az nem tud a csoportban érdemben részt venni, mert van egy szakajtó gyereked, egy rakás felelősséged, állásod, vállásod, nyaralód, kocsid, stb. Na most, az, aki húsvér utódot nem tud létrehozni, mert például kifutott az időből, ott egészen más módon lehet az emberi kötődéseket gyakorolni, és ehhez kell ugyanígy egy párkapcsolat, ugyanúgy lehet egy család akár mozaik, és lehet az egyén és a csoport között nagyon komoly, elköteleződő, együttérzésen és bölcsességen és segítségen alapuló kapcsolat.
Én a mai nap élményében így még mindig fürödve mondom, hogy ugyan ezt nem pótolja semmi. Ez teljesen nyilvánvaló. De ezzel így még nagyobb a munka, érted? Még erősebb kötődés, még komolyabb meghaladás. Mélyebbre nyomod a labdát a víz alá, az még magasabbra fog a felszín fölé fölpattanni. Tehát azt keresd, hogy hogy haladsz az úton. Hogyan ébredhetsz föl és segíthetsz másokon, és ne azt, hogy éppen most milyen kapcsolattípust nem tudsz megvalósítani. Én rájöttem, hogy erre képes vagyok, sőt, képesnek kell lennem, holott néha az az érzésem, hogy egyszerre három egzisztenciát kellene gyakorolnom, egy apátit, egy tanítóit, és egy ilyen, most ilyen férj meg apa így egyszerre. És én a szangának mélységesen hálás vagyok azért, hogy ti jelen vagytok, és ezt a csoportkarmát, mint zen szanga együtt visszük tovább. Miért? Mert nekem a családom az nagyjából kihalt. Tehát így ti lettetek a családom. Ezért ez egy csoportkarma és egy családi karma vegyítése. Nem fog a két anyós vitatkozni, mert nincs két anyós, egy anyós van. Após ugyanez. Nincs. Kettő, csak egy. Julcsi mondott egy nagyon szépet, amikor megtudta, hogy Benedek jön, bár akkor ő még csak buksi volt, tehát letett volna Anna Véda is, mert hogyha ott alsó csakrában más van, akkor Anna Véda. De a lényeg az, hogy Julcsi mondott egy ilyen szépet, ó, nagyszerű, jön Benedek, hát akkor majd a szanga fölneveli. És ez azért szép, mert tényleg igaz. Tehát itt, én tudom, hogy kézzel kézzel fog járni. Tehát az olyan zen ovi lesz itt a kortárs gyermekekből, hogy az valami hihetetlen, és ez, hangsúlyozom, nem az intenzív gyakorlatok rovására fog menni. Ezt örömmel jelenthetem, hogy a 90 napos, a 10 napos, a hétvégés, a középhaladó, a haladó, a zentábor, az egynapos zenek, ezek mind lesznek. Most hirtelen nem megyünk át valamilyen is örömködő, de kevésbé intenzív zen gyakorlatba. Fordítsuk bele ezt a növekményt abba, hogy újra termeljünk. Nagyon fontos. Elérsz növekményt, tessék visszaforgatni és újra termelni. Úgyhogy egy idő után a szanga fölneveli, és a vérszerinti családja is. Úgyhogy ezek nagyon érdekes tapasztalások, amikor a csoportkarma és a családi karma találkozik. Nem csak így. Tudok olyan emberről, aki az életét gyermekvárosban élte le 20-24 évig? Mert a szülei a gyermekvárosban dolgoztak, és akkor a gyermekvárosnak az ottani csoportja és a szülői per családi karma találkozott. Ez egy nagyon érdekes kísérlet, hogy itt hogyan fogunk mi együtt működni, de az elmúlt két év változásai bemutatták azt, hogy egyrészt Európában, ha a családra és a párkapcsolatra nem fordítunk elő figyelmet a szakrális gyakorlaton belül, akkor az enyhén szóval hiányosnak tűnik, sőt, mások szemében néha hiteltelennek is. Miért nem foglalkozunk vele? Keleten pont a fordítottja. Ott, amit mi csinálunk, mint meditáció, csak a monasztikus társadalomnak van fönntartva, a szerzeteseknek és a szerzetesnöknek. Világiak így amatőr módon csinálhatják, de senki nem hiszi azt, hogy ezzel lényeges dolgot elér. Itt nálunk pont fordítva van. Ha nem fordítjuk a zen iránytűjét a párkapcsolat és a családi karma megjavítása felé, akkor egyrészt nem használtunk, elmulasztottunk egy hatalmas lehetőséget, másrészt a saját karmánkat nem pucoltuk ki, hiszen most körülnézel a saját családi karmádban, minden szép? Minden jó? Mindenem meg vagyok elégedve? Úgyhogy ezért a karmának van négy nagy osztálya, az egyéni, a páros, a család és a csoportos. A jó hír az, hogy az összes résztvevőnek, akik ezt a négy osztályt benépesítik, ugyanolyan buddha természetük van. Még akkor is, hogyha ez néha nem így tűnik. De rossz hír nincs, csak munka van, hogy mind a négyet érdemes föltakarítani. Ez a feladat. Úgyhogy amelyikben részt tudsz venni, legyél ott, és az szépen sütfőzt takarít. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Szívesen. Utolsó két kérdés. Amit az előbb mondtál, hogy a keleten az teljesen másképp van, hogy ott a monasztikus rendnek van fenntartva a meditáció, és... A világiak csak támogathatják, illetve a ceremóniák azok, amikben főleg részt vesznek. Hát ez a régi konfuciánus, vagy egyéb mondjuk az indiai kultúrkörben a kasztrendszerre alapuló társadalom, de a konfucianizmus ebből a szempontból nagyon hasonlóan viselkedik. Csak ott rétegzett társadalomról van szó, nem pedig ilyen nagyon elkülönült csoportosulásokról. Hát ott mindig az volt, hogy te, ha nem lépsz ki a társadalom varna, azaz kasztokra szabott részéből, a rajaszból, a tűzből, ahol a vágytűze és a haragtűze van, akkor te világi vagy. Hogyha kilépsz, akkor szannyasin, azaz az úton járó vagy, és akkor a szatvikus, ugye a meghaladó életet éled. Ebből következik, hogy nincs párkapcsolat és nincs család. Csak egyén és csoport, azaz törekvő és szanga van. Ez a Buddha idejében is így volt, mert egyszer a kettőre nem volt idő. Tehát egy nadrága a két nyerekben nem lehet ülni. Ma még ilyen infrastruktúra mellett is azért eléggé nagy életművészet ezt megcsinálni. Hogy mind a kettő hiteles legyen. Legalábbis magad előtt, aztán a világ majd mond rá valamit. Tehát nem lehetett, és ezért nem is nagyon engedték. És így azok, akik teljes életmóddal tudták a Buddhát követni, aki szintén követett korábbi otthon elhagyókat, azoknak volt így föntartva társadalmilag a meditáció, mint a lehetőség, hogy elérjék a felébredést, mert az nem volt belevéve a pakliba, hogyha te párkapcsolatban vagy családban élsz, akkor te erre egyáltalán képes lennél. A Mahayana, a nagy jármű, az mondta ki, hogy minden emberi lénynek ugyanolyan Buddha természete van, ugyanakkor az esélye a világosság, a megvilágosodás elérésére. Ehhez egy Mahayana kellett, és egy kicsit az Advaita Vedanta megalapozta. De egyébként, ha megnézed, ha vállalod a belsőt, a kis Buddhát, a külső kis Buddhával, a gyerekkel együtt, hát az egy olyan malomkő, ahol a karmádnak egyetlen morzsája sem marad megőrletlen. Hát valahonnan rád látnak, az biztos. Ha tetszik, ha nem. Úgyhogy hagyományosan ez ki volt osztva, és a 20. század egyik legnagyobb paradigma váltása az volt, hogy amikor a keleti tanok nyugatra jöttek, akkor ez gyökeresen megváltozott, de úgy, hogy nagyon nagy tanítók, Sung Sen Zenmestertől Thich Nhat Hanh-ig, Mahagósanandáig, Dalai Lámáig, őszentsége mostani inkarnációjáról beszélek, 14. világiak százezreit tanították, mert látták, hogy itt a lemásolása a keleti monasztikus orientációnak, ez nem lesz eredményes, nem lesz tömegméretű. Miért? Egyszerű, nem térítő vallásról van szó. Nincs mire téríteni az embereket. Tehát az úton járás, ez egy önkéntes dolog. Belátáson és döntésen alapuló dolog. Az a 20. század, ez úgy fenekestül fölfordított mindent. Egy olyan egzisztenciális mélyszántás volt a két világháború, az összes regionális konfliktus, a népirtások, az ideológiák elszabadulása, a keleti tanok nyugatra jövése, a nyugati ábrahámita dolgok még inkább elterjedése Afrikában és egyéb helyeken. Hogy itt nagyon nagy részt újra kellett gombolni a kabátot, és újra kellett gondolni, hogy ez a hagyomány mire jó. És ezek a nagyon nagy tanítók azt látták, hogy ha nem ugyanolyan eséllyel tanítanak világiakat, mint szerzeteseket, akkor ez az egész meghalt. Az elejétől kezdve esélytelen. Ha megnézed az elmúlt 1700-1800 év koreai történelmét, rájössz, hogy miért csak a szerzeteseknek adták meg az esélyt, illetve a szerzetesnőknek. De őnekik már az volt, hogy igen, hát te most szerzetesnő vagy, de még mindig nőből vagy, és ezért először szerzetesként kell újra születnéd, és majd utána elérheted a megvilágosodást. Ez ilyen vérforraló nyugaton, főleg Amerikában, hogy esélyegyenlőség meg, mit tudom én, de itt nem az igazságot mondom, hanem egy bevett nézetet Koreában, amely a mai napig megvan a monasztikusok között. Megkérdezzel ilyen kőkemény 30-40 éve gyakorló szerzeteseket, elmondják. Még mindig ezt hiszik.
Az anyja. Ezért a szerzetestőknek nagyon különleges szokásaik vannak, ezekben most nem megyek bele, mert mindenáron férfiként akarnak újra születni, és meg is teszik. Jó? Utolsó kérdés. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy lesz folytatás? Tehát, hogy... Kis telhetetlen. Ezt ma mondták a kórházban is. Hogy szívesen látnak minket még egyre. Egyrészt apuka nem ért meg a vértől, meg a látványtól. Csak úgy nézed, éreztem a pillantásokat, hogy na, most ha oda néz, mi lesz? Ugyanaz volt, mint addig. Tartom Anett fejét. A meleg volt, kicsikét legyezgetem a szelet rá, megtörölgetem a homlokát, beszélek Buksihoz. Nem én voltam a főműsor, tehát arra vigyázok. Ott a főorvosúr volt a főműsor, meg a nővérek, meg az anyuka. És így a gyerek. Folytatás mindenképp lesz, mert fel kell nevelni. Aztán meglátjuk. Már mindenkinek van folytatása, akár vér szerint, akár csak szellemiségben. Én azt kívánom, hogy mindenki járja azt az utat, amiben úgy hisz, hogy az nem csak neki jó. Tehát azokkal társulj, akikbe tényleg tudsz bízni, olyat tégy, amelyben tényleg okod van hinni, és legyen bátorságod végigvinni ezeket, mert így ebben a felállásban egy életünk van. Igen, tudhatunk korábbi inkarnációkról, bízhatunk következő testesülésekben, de ezek nagyon bizonytalan entitások, talán jobb is, nagy ezt nem ismerjük ezeket. De ebben a felállásban, ahogy te itt, most, ezzel a névvel és ezzel a formával vagy, egy életünk van, nem több. Igyekezzünk ebből kihozni a legjobbat. És akármilyen folytatást választasz, javaslom, hogy ha már ide eljutottál, akkor ne tévezd szem elől a bódhiszattva utat. Ezért remélem, hogy mindannyian elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől, akármilyen kapcsolat fűz is hozzá. Köszönöm a figyelmet!